Köszönöm szépen. Jupiter űrszondás felfedezéseiről, a következő, illetve az elmúlt Jupiter küldetésekről szeretnék tényleg röviden néhány szóban szólni. A fél órát azt megpróbálom kitölteni, illetve hát azt sikerülne is, annyi szonda van kitölteni, de megpróbálom azért összefogva gyorsabban elmondani, hogyha tudom, de ez nem biztos még. Rögtön az elején egy elég nagy méretű fantáziakép, ez már a jövő, úgyhogy a jövővel indítok egy pillanatra. Ez a 2020-as években indítandó európai, amerikai, japán, orosz együttműködéssel megvalósítandó, európaiba a magyar együttműködést is bele kell érteni, Európa Jupiter Saturnus misszió, ez a teljes neve. Jupitert vizsgálná ez a szegmense a űrszonda együttesnek, ami eleve 3 vagy 4 szondából áll, de erről majd részletesebben fogok szólni. Hogyha a Jupiter űrszondás kutatásáról beszélünk, akkor az első űrszonda, amiről beszélnünk kell, az a Pioneer 10, illetve a Pioneer 11. Igen, hát itt valamilyen okból kifolyólag az összes úgy látszik eltolódott, az összes karakter. Lehet, hogy nem kompatibilis teljesen. No, hát a Pioneer 10-11 űrszondákról néhány jellemző képet tettem be. A Pioneer 10 és 11 voltak az első óriás bolygó kutató űrszondák, addig űrszonda csak a Marshoz, illetve a Vénuszhoz, valamint a Holdhoz indult. A Pioneer 10-72-ben indult, vagyis hamarabb, mint a Mariner 10 a Merkurhoz. Akkor még azt sem tudták pontosan, vagy abban sem lehettünk teljesen biztosak, hogy át lehet menni űrszondával a kisbolygóövön. Sokan feltételezték, hogy ahhoz, hogy a Jupiterhez menjünk, meg kell kerülni felülről vagy alulról a kisbolygóövet, mert igaz, hogy rengeteg kisbolygót ismerünk, de ugye a távcső felbontó képességétől függ az, hogy milyen kisméretű kisbolygókat fedezünk föl, és fönnállt a veszélye, hogy a porszemekből rengeteg van, és hogy egyszerűen szinte áthatolhatatlan űrszondával a kisbolygó. Pioneer 10 volt az, ami bebizonyította, hogy ez nincs így. Miután a két szonda egy technológiai kísérlet volt arra, hogy a Jupiternél, illetve a Saturnusnál hogyan kell tartani a kapcsolatot egy űrszondával, hogyan kell vele kommunikálni, pályamanővereket kell végrehajtani a program sikere érdekében, ezért túl nagy felbontású kamerát nem tettek rá. Itt nem a tudományos haszon volt az elsődleges, ugyanakkor miután az elsők voltak, hát természetesen szinte minden, amit kutattak, az új felfedezésnek számított. Fönt balra a Pioneer 10-11 űrszonda makettje látható, illetve néhány kép a Jupiterről. A középső kettő a Pioneer 10, a jobbra lévő pedig a Pioneer 11 felvétele, ugye a nagyvörös folt nagyon szépen látszik, illetve az is, hogy azért a Hubble űrteleszkóp ezeknél már jóval szebb felbontású képeket képes készíteni. Itt alul pedig hát a híres Pioneer plakettet tettem be, üzenet a földön kívülieknek a lehető legegyszerűbb formában, az akkori tudásunk alapján. Ma már nem így a naprendszer modellünk, és ez alapján, a térkép alapján, ami a legközelebbi pulzárokat próbálja ábrázolni, meg sem lehetne találni a naprendszert, mert jóval többet ismerünk azóta. De az emberek nagyjából még mindig így néznek ki, azzal a különbséggel, hogy ugye ruhát hordunk, úgyhogy ha egy földön kívüli ide jönne, nem biztos, hogy megismerne minket. És hát a Pioneer 10 az a, amint már említettem, a kisbolygóövet kutatta, abból a szempontból, hogy egyáltalán át lehet-e hatolni rajta, a 11 az pedig tovább ment a Saturnushoz. Pioneer szondákat követték a Voyager-ikrek, Voyager 1 és Voyager 2, melyekkel máig tartják a kapcsolatot, és hát már megkezdték a Voyager Interstellar Mission-t, vagyis a Voyager csillagközi küldetést, ami nem jelenti azt, hogy a csillagközi térben lennének, csak ez jól hangzik angolul, úgyhogy ezt az elnevezést kapta.
néhány képet szintén betettem a felső, illetve hát a Jupiterről, illetve az Io-ról készült, azok Voyager 1 fotók, a másik három pedig Voyager 2 fotók a Saturnusról, az Uranusról és a Neptunusról. A 77-ben indították mind a két űreszközt, mint alul kevésbé látható, 77. augusztus 20-án indult a Voyager 2, ez nem teljesen vehető ki a feliratból. A Voyager 1 a Saturnust látogatta meg, a Voyager 2 pedig a Saturnust, Uranust és a Neptunust látogatta meg a Jupiter után. Ezek voltak azok a bolygókutató, óriás bolygókutató űrszondák, amik tulajdonképpen mondhatni a legnagyobb áttörést hozták tudományos szinten, hiszen teljesen új világokat mutattak be, nem csak az óriás bolygók világát, hanem azoknak a fénypontoknak a világát is, amiből néhányat ismertünk távcsövek segítségével, akár az Uranus, akár a Neptunus, akár a Saturnus körül, és ezekről kiderült, hogy ezek egy valódi külön világok, a maguk külön struktúrájukkal, felépítésükkel, felszínformáikkal, vagy esetleg akár légkörükkel. Mint ahogy az is teljesen meglepte ugye a kutatókat például, hogy a Neptunus Triton nevű holdjának milyen aktivitása van, légköri jellemzői. A talán legfontosabb Jupiter kutató, hát nem talán, hanem a legfontosabb Jupiter kutató űrszonda mindeddig a Galileo űrszonda volt. Galileo űrszondáról látunk itt egy fantáziaképet. A különlegessége a programnak az az, hogy a Voyager program végeztével, vagyis a Neptunus melletti elhaladást követően a NASA úgy tervezett, hogy a jövőben, sőt, hát még az előtt, hanem amikor már úton volt a Voyager, hogy a Voyager programot követően lesz egy folytatás, amikor is a Jupitert, a Saturnust, az Uranust és a Neptunust külön-külön látogatják meg űrszondák. Ilyen meglátogatáskor légköri szondát is lehet rátenni az űrszondára, ezek keringő egységek lettek volna, stb. Hát az egyik ilyen a Galileo űrszonda volt, a másik ilyen a Cassini űrszonda volt, a Saturnus körül mind a kettőnek volt egyfajta leszálló egysége, mind a kettő légköri egység volt. Ugye a Galileo űrszonda légköri egysége az a Jupiter légkörébe merült alá, a Cassini egysége pedig a Titán légkörébe, az is légköri egység volt, nem számítottak arra, hogy a felszínt el fogja érni, pontosabban számítottak rá, de inkább csak reménykedtek benne. Ezt mindig is Huygens leszálló egységnek nevezték, csak amikor már úton volt, átnevezték légköri egységé, légköri szondává, mert annyira kevés esélye volt, hogy az le fog szállni. És akkor az Uranushoz, Neptunushoz is indítottak volna küldetéseket, erre már nem került sor, ezeket azóta is tervezik csak, ugyanis ezek komoly, drága küldetések, óriási tudományos eredményekkel. A Galileo űrszonda antennája speciál nem működött megfelelően, miután pályára állították, illetve útnak indult, az Atlantis űrrepülőgép rakteréből indították, és hát ilyen esernyőszerűen kinyíló antennája volt, ami a Földön mindig működött, az úton azonban nem nyílt ki, úgyhogy hónapokig kísérleteztek azzal, hogy pörgették az űrszondát, meg mindenféle módszerrel megpróbálták kinyitni ezt az esernyőszerű parabola antennát, ez nem sikerült, úgyhogy a segéd antennáján keresztül kellett kommunikálni, ami rendkívül lassúvá tette a kommunikációt. Amiket vizsgált, 89-ben indult, 95. december 7-en érkezett, és amiket vizsgált, az a Vénusz, mert hogy először a Vénusz mellett haladt el útja során, itt már sok hintamanőverre volt szükség, hogy felgyorsítsák, aztán a Föld mellett haladt el, akkor tanulmányozta a Földet, ténylegesen tanulmányozta, tehát minthogyha egy idegen égitest lett volna, ugyanúgy méréseket végzett, fotózott, aztán a Holdat is tanulmányozta ennek megfelelően,
És az első olyan űrszonda volt, ami elrepült egy kisbolygó mellett, ez az a 951 Gaspra volt, itt látható róla egy felvétel. Hát ez óriási áttörést jelentett a kisbolygó kutatásban, mit is jelentett volna, hiszen ez volt az első, amiről sikerült felvételt készíteni, és kiderült, hogy egy kisbolygó az csak önmagában egy szikla, ami ott van a világűrben. Addig a kisbolygókat nagyjából úgy képzelték el, mint a kor tudományos fantasztikus filmjeiben, vagyis ténylegesen, hogy egy szikla esetleg néhány kráterrel ott a semmiben. Hát tulajdonképpen kiderült, hogy a kisbolygó egyáltalán nem csak egy darab szikla, hogy ott valóban rengetegféle fajta erő működik, nagyon érdekesek a felszíni jellemzői, és hát az anyag összetétele és a szerkezete. Úgyhogy ez mind a Galileo űrszondának köszönhetjük. Ugyancsak meglátogatta a 243 Ida kisbolygót, felfedezte, hogy valószínűleg van egy Daktil nevű holdja. Lefotózta a Daktilt, de minek utána 12 km/s sebességgel haladt éppen a Galileo, nem volt idő, hogy a pontos számításokat a holdra nézve elvégezzék, úgyhogy nem 100%, lehet, hogy csak éppen ott volt mellette a Daktil, valószínű azonban, hogy a holdja, illetve megfigyeléseket végzett nem az optikai tartományban, a P. Shoemaker Levy 9 üstökösről, amint az becsapódott a Jupiterbe. Len látjuk a Galileo űrszondát, itt van ez az esernyőszerűen összehajtott parabola antenna, ami szinte majdnem így is maradt, egy része itt a tetején kinyílt. A Gaspra felvételt már mondtam, és hát a 4 galilei hold fotója. Hát itt pedig a légköri egység, erről kevesebb szó szokott esni, amikor a Galileo űrszondáról beszélünk, pedig ebben nagyon komoly tudományos eredmények születtek, és hát igen, meglepték a kutatókat ezek az eredmények. Tulajdonképpen kiderült, hogy olyan szerencsétlenül érkezett meg a légköri szonda, hogy egy teljesen a Jupiterre nem jellemző régióban szállt le. Amiket mért, azt nem is várták, hogy azt fogja mérni, a légköri összetétele gondolok, és valószínűleg nem is olyan a Jupiteren a légköri összetétel, csak éppen egy olyan részre szállt le, minthogyha a Földön sivatagba száll le véletlenül egy űrszonda, és azt hiszi, hogy az egész Föld egy nagy sivatag, csak mert éppen a Szaharába érkezett, pedig hát ugye a Föld nagy része például vízből áll. Itt látjuk a leszállás részeit, hát 61,4 percig működött a belépést követően, és ez körülbelül 140 kilométeres mélységnek felelt meg. Ezt a légköri szondát egyébként az amerikaiak készítették, ugye a Cassini esetében, a Huygens esetében pedig európai leszállóegység ment a Titánra. Hát még egyszer a Gaspra, az Ida és a Daktil. A kép annyiban megtévesztő, hogy a Gaspra az jóval kisebb, mint az Ida, de nagyobb felbontású képen volt róla. És hát néhány felvétel a Galileo űrszondától, ugye az Európa jégpáncélja, az Európáról lesz egy külön előadás Keresztúri Ákostól, aki az Európa élet lehetőségeiről fog beszélni. Tulajdonképpen a Galileo űrszonda eredményeinek köszönhető minden, amit az Európával kapcsolatban ma feltételeznek, hiszen a Galileo űrszondának ezek a felvételei voltak azok, amik bebizonyították, hogy a jég felszín alatt víz-óceán lehetséges. Nem csak az, hogy lehetséges, hanem meg is mérték, illetve hát valószínű határok közé szorították a jég vastagságát és a víz-óceán mélységét. A jég az körülbelül olyan 10 km, 10-20 km vastag, alatta pedig olyan 100-110 km-es víz réteg található. És ami még nagyon érdekes, azok ezek a sötét sávok a rianásokban, meg ezek a sötétebb területek, káosz régiók, feltételezések szerint víz-óceán alján vulkanikus tevékenység lehet, ami fűti és egyéb anyaggal látja el alulról a jeget, ami aztán a jégben kezd el áramlani.
és hát végül beszínez ilyen színűvé a felszínt. Következő kép az Ióról készült. Az Ión rengeteg vulkánt azonosított a Galileo űrszondának, tulajdonképpen nem volt olyan felvétele, amin egy-két vulkán éppen nem tört volna ki. Galileo űrszondának köszönhetjük azt, hogy amikor a Voyager elhaladt az Ió mellett, és lefényképezte azt a kitörő vulkánt, ami alapján rájöttek az emberek, hogy a Voyager, hogy az Ió hold az vulkanikus hold, akkor az nem véletlen volt. Tulajdonképpen az lett volna meglepő ma már, hogyha éppen nem fotóz le a Voyager annak idején egy éppen kitörő vulkánt. Galileo az folyamatosan szinte vulkánokat látunk. Ezen a képen éppen kettő vulkánkitörés figyelhető meg. Ugye ezek kinagyítva láthatók. Itt a vulkán, itt a kitörés része, itt pedig a kitörés, illetve a felhő árnyéka. Fönn pedig az Ió látható, éppen hátulról takarásban van, illetve hát ez az árnyék része, a nap az ellenkező oldalon van. Nagyjából úgy jöhet, hogy nap Jupiter Ió, tehát most Ió fogyatkozás van, amikor is a Galileo mögötte elhaladt, és a kitörő vulkánok által ott hőkibocsátást érzékelte az űrszonda. Hát a Galileónak köszönhetjük természetesen a Jupiter gyűrű rendszerének a nagyon részletes feltérképezését is. Már a Pioneer eredményekből sejtették, már a Voyager szondák lefotózták a Jupiter gyűrűjét, de hát a Galileo tárta fel, illetve vizsgálta részletesen a gyűrű felépítését. És az, amit ma a gyűrűkről, az óriás bolygók gyűrűiről tudunk, az nagyon nagy mértékben a Galileo vizsgálatának köszönhető, hiszen ugye, ahogy mondjuk, hogy a belső holdak anyagából, anyagutánpótlásából származik a gyűrű, és marad meg valamilyen szinten stabilan, azt a Galileo mérései bizonyították be még a Jupiternél. Az Amaltea volt az a belső kis hold egyébként, amit ma azt mondjuk rá, hogy régen az ötödik galilei hold lehetett, így idézőjelbe, mert hogy régen valószínű akár nagyobb is lehetett, mint az Io, csak éppen annyira a Jupiterhez közel kering, hogy minden egyes becsapódó test, ami az Amalteát eléri, annyira felgyorsul a Jupiter gravitációja következtében, és olyan sebességgel csapódik be, hogy a saját tömegének a tízszeresét válja ki, és a tízszeressel szabadul el az Amaltea felszínéről. És hát az elszabaduló rész az főleg Jupiter körüli pályára áll, a gyűrűt táplálja, de az 5%-a például még a naprendszert is elhagyja. Olyan nagy erőkről van szó. Ezek is Galileo eredmények. És hát a Cassini a Saturnusnál tulajdonképpen mindennek a tudásnak a finom hangját tudta elhozni. Saturnusnál a nagy előny, hogy ott a gyűrűre rálát a Cassini, itt a Galileo a gyűrűt csak oldalról tudta vizsgálni sajnos. És hát volt néhány olyan űrszonda, ami tulajdonképpen nem is Jupiter szonda, mindössze látogató, elhaladt a Jupiter mellett a küldetése során, és akkor bekapcsolták természetesen egyrészt műszertesztek céljából, másrészt pedig, ha már ott járt, akkor tett egy-két tudományos felfedezést is. Az egyik ilyen űrszonda volt az Ulysses napkutató űrszonda. Nagyjából ez a fantázia kép el is árulja, hogy mi az, amit vizsgált a Jupiternél. Plazma környezetet, az Io pályája mentén húzódó ioncsatornát, a sarki fényekből eredő sugárzást, aztán megkerülte a Jupitert és nap körüli pályára állt. Az Ulysses útja, maga a program az úgy indult, hogy az amerikaiak és az európaiak összefogtak. Mind a kettő elindul a Jupiter felé, egy azon időben, az egyik fölül,
Egyikről a másik alulról, vagyis északi déli pólus felől megkerüli a Jupitert, majd a Jupiter gravitációs lendítő hatása révén napkörüli pályára áll, melynek naptávol pontja az nagyjából a Jupiter távolságába esik. Ugyanakkor így elérhető, hogy az űrszonda az kilépjen a főségből, a naprendszer főségjáról, és arra nagyjából közelmerőleges pályára álljon, így először nyílhatna lehetőség arra, hogy a nap északi és a déli pólusát tanulmányozzák. Az amerikaiak aztán kiléptek a programból, pontosabban a hordozórakétával járultak hozzá a költségekhez, úgyhogy ez még mindig nem nemzetközi program maradt, de végül csak egy szonda készült el, ez pedig az Ulysses lett. 90-ben indult, 92-ben érkezett meg a Jupiterhez, a déli pólus felől majd északra fordult, és hát egy ilyen napkörüli pályán kering azóta is, és vizsgálja a napot. És a kapcsolatban is rengeteg felfedezést tett, főleg a napszél viselkedésével, napszél sebességével, stb. Kapcsolatban. A másik látogató az a Cassini. Ja, hát igen, a Ulysses-szel kapcsolatban pedig kihagytam ugye, hogy azért az is vizsgált néhány üstököst, hármat, ebből kettőt írtam föl. A leghíresebb ezek közül a Hyakutake üstökös volt, a másik a McNaught-Hartley üstökös, és volt egy harmadik a McNaught üstökös. Mindegyik üstökösnek a csóvájának a végét vizsgálta csak tulajdonképpen. Azért voltak ezek mégis fontos vizsgálatok, mivel amikor egy üstökös kutató űrszondát indítanak, általában a maghoz közel szeretik elrepíteni azt az űrszondát, és nagyon ritka az, amikor a csóva legvégét vizsgálják. Hát itt erre is lehetőség nyílik, hiszen amikor az Ulysses a nap körüli pályán van, és az üstökös elhalad a nap közelében, akkor igen erős a csóva aktivitás, illetve az üstökös aktivitás, igen hosszú csóvát növeszt az üstökös, és ez így vizsgálható lesz. No, hát a Cassini 97. október 15-én indult, erről már szóltam néhány szót. Ugye a fő feladata a Szaturnusz kutatása, Szaturnusz, illetve a Titán kutatása, de hát az útja során még elhaladt a Vénusz, a Föld, a Hold és a 2685 Masurszki kisbolygó mellett, utóbbi mellett azért jó pár millió kilométerre, viszont egy pixelnél nagyobb felbontású képet készített, úgyhogy pontosabban a kisbolygó kiterjedése a felvételen valamivel nagyobb, mint egy pixel, azért azt is lehetett tudományos eredménynek használni. Kiderült, hogy más típusú a kisbolygó, mint gondolták korábban. Az űrszonda 2000. december 30-án érkezett meg a Jupiterhez. Ez volt az első alkalom, hogy egy óriás bolygót egyszerre két űrszonda tudott vizsgálni. Ilyen még nem volt korábban, úgyhogy ez egy óriási ilyen tandemvizsgálat volt. Amíg a Galileo közelről nézte a Jupiter, addig a Cassini távolról, és ez fantasztikus lehetőségeket jelentett tudományos szemmel. A harmadik pedig a New Horizons, az még most is úton van a Plutó felé, pontosabban a 134.340 Plutó törpebolygó felé. 2006. január 19-én indították, gyakorlatilag közvetlenül a Plutó felé megy, azzal a különbséggel, hogy útja során elhaladt a Jupiter mellett. A felvételen a felirat fölött a nagyvörös folt is látszik, illetve az Io, miközben éppen kitör rajta egy vulkán. Egyébként a két fotót, mert hogy itt csak egy montázsról van szó, azt a New Horizons készítette, elég távol haladt el a Jupitertől, de azért ragyogó a felbontása a képnek. Illetve ez a Plutó szonda volt az az űrszonda, ami köszönhetően annak, hogy nem az egyenlítői, nem a Jupiter egyenlítői síkjában utazott, fantasztikus felbontású képeket készített a Jupiter gyűrűjéről, szóval sokkal szebbeket, mint a Galileo űrszonda korábban. De hát a New Horizons is, ez kevéssé ismert, elhaladt egy 132-524 APL nevű kisbolygó mellett.
és hát néhány szóban tényleg csak pár kép erejéig a jövő terveiről, azért csak pár kép erejéig, mert ezek közül reméljük egy legalább megvalósul. Azaz egy pedig a jövőre indítandó Juno küldetés. A Juno az meg fog valósulni, a többi az nem biztos. Ez a Jimo nevű űrszonda például biztos, hogy nem fog megvalósulni, de annyira szép volt a terv, hogy azért betettem ezt a képet. 2015-ben indították volna, néhány évvel ezelőtt, mindössze egy-két évet örölték a programot. A feladata az lett volna ennek az űrszondának, NASA a Prometheus terv keretében indította volna, szóval a feladata az lett volna, hogy Jupiter körüli pályára álljon, távoli Jupiter körüli pályára, onnan vizsgálja a bolygót, ezt követően megközelíti a Kallisztót, a Kallisztó körül 120 napig kering, pályára áll a Kallisztó körül, utána újra Jupiter körüli pályára elhagyja a Kallisztót, beljebb megy a Ganymedeshez, Ganymedes körüli pályára áll 60 napon át, aztán elhagyja a Ganymedes körüli pályát, majd Európa körüli pályára áll 30 napon keresztül, és oda ledob ilyen felszíni asztrobiológiai egységet, ami a élet lehetőségeit vizsgálta volna. Ez az űrszonda azért nem valósult meg, mert ki kellett volna hozzáfejleszteni a reaktorhajtóművet, pontosabban, hát ionhajtóművet csak reaktornak kellett volna atomreaktornak táplálnia. Atomreaktort pedig a NASA korábban nem használt az űrkutatásban. Természetesen a Pentagon, illetve a Szovjetunió az használt már reaktort földkörüli pályán, illetve Oroszország. Ezek azonban őrzött, féltett titkok, a Pentagon nem adja ki a technológiát a NASA-nak. A NASA-nak külön 5-10 milliárd dollárt kell befektetnie, újra kifejlesz, teljesen függetlenül a saját hadiparuktól ezt a technológiát. Miután erre nem volt pénzük, ezért törölték a programot, sajnos, mert hiszen hát ha a kezükben lenne ez a technika, akkor egészen sor nagyon izgalmas küldetés lehetne indítani. Úgyhogy amikor törölték, akkor nem azt mondta a NASA, hogy miután mindenki beleélte magát, hogy lesz egy ilyen űrszonda, hogy nem lesz egy ilyen űrszonda, hanem azt mondták, hogy majd valamikor egyszer lesz talán, de helyette lesz a Juno. A Juno az Jupiter körüli poláris pályára fog állni, közel poláris pályára, és a Jupiter mágneses terét fogja vizsgálni egészen közelről. Ez lesz a feladata, a holdakat nem fogja tanulmányozni, és hát egy kifejezetten olcsó űrszondának számít, amit néhány év alatt sikerült megépíteni. Itt lenn pedig az az űrszonda együttes, amiről már szóltam. Ez az EJSM, vagyis az Európa Jupiter Saturn Mission program, közös program keretében indulna. Ilyen néven nem fog űrszonda megépülni, mert hogy még nem döntött el a NASA és az ESA, hogy a kettő közül, vagyis a Jupiter vagy a Saturnus program közül melyiket támogassa. Most a legvalószínűbb az a Jupiter. Ezt a Laplace űrszonda együttesnek hívják. Az amerikaiak megmaradtak az EJSM rövidítésnél. Négy űrhivatal dolgozik a programban fő résztvevőként. Az amerikaiak egy Európa körül pályára állóát építenének, ami rádiólokátorokkal feltérképezni a jégvastagságot, megmérni a radarokkal tulajdonképpen. Az európaiak egy Ganymedes körül pályára álló, valamilyen szinten a néhány dologban a Mars Expresshez hasonló űrszondát építenének. Tulajdonképpen egy igazi nagy kihívás lesz ezt a napelem hosszat megépíteni, amit a Jupiternél majd használni tudnak. Aztán a
japán űrügynökség építene egy mágneses teret feltérképező Jupiter magnetoszferik orbitert, és az oroszok talán egy leszálló egységet az Európára. De ez annyira talán, hogy ha csak nem halasztják el mondjuk a 30-as évekig, akkor valószínű nem fog megtörténni. És végül betettem, immár átkötésnek a következő előadásba egy képet az Európáról. Ez egy olyan terv az Európa Lander, vagy Európa Icy Explorer, millió elnevezése van, Kriobotnak is hívják ezt az egységet, ami leszállna az Európa felszínére, ott valamilyen módon különböző technológiák segítségével, melyek még nincsenek kifejlesztve, egyébként átfúrná magát, vagy átolvasztaná magát a jégpáncélon, és egy kis mini tenger alatt járót bocsátana ki, ami aztán a 100 km vastag óceánban kutatna élet lehetőségek, vagy életnyomok után. Hát a rajzon persze nem 100 km-es az óceán, vagy ha 100 km-es, akkor a űrszonda lenne 90. Ez nem fog megvalósulni mostanában. Amikor először tervezték, akkor úgy számoltak, hogy 2005-2009 körül elindul majd az Európa Orbiter. Ez még a 90-es évek elején volt. Ami feltérképezi a jégvastagságot, és aztán 2009 és 15 között kifejlesztik az Európa Landert, és 15-ben legkésőbb elindítják, és akkor 17-re már ott lehetünk a víz alatt, vagy a jég alatt. Ez most úgy néz ki, hogy mondjuk 35 előtt. De hát ugye ez a szép az űrkutatásban, hogy lehet sok számmal dobálózni. És hát, hogyha mondjuk a Jupitert éppen nem kutatják, akkor is ott lesz majd a Hold. Tehát ez a furcsa, hogy mondjuk a következő nagy küldetést a Jupiterhez a 20-as évek közepén tervezik indítani, gyakorlatilag akkor, amikor már ismét ember lesz a Holdon. Ezt most igen nehéz elképzelni, hogy akkor már szeretnék megkezdeni a Holdcomp teszteket, emberrel és különböző holdutazásokat. Lehet, hogy amikor ez az űrszonda elindul, akkor már legénység fog dolgozni fél éves váltásokban a Hold felszíni, legalábbis a jelenlegi időbeosztás szerint. És hát 2030-as évek elején indulna az ember a Marsra, úgyhogy amikor ezek az űrszondák még biztosan működnek Jupiter körüli pályán, akkor már lehet, hogy az emberek a Marson lesznek. Persze emiatt nem kell aggódnunk, mert az mindig plusz 30 évre van a jelentő, úgyhogy azért 2020-ban majd azt gondoljuk, hogy 2050-ben lesz a Marsra szállás, de minden esetre valamikor, hát ha megtörténik. És hát akkor a következő az minden esetre a Juno lesz, 11-ben indulna, és 16-ban érkezne meg a Jupiterhez. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet! Hogyha van kérdés, akkor... Addig. Ákosnak szóltok.